Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem elragadó feleségem. Szeretettel köszöntök mindenkit, Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik vezető házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozás az onnan minden is. De mára már csak a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Békés Csabán élek elragadó feleségemmel, és amikor elkezdtem a képzést, akkor nekem borzasztó kaotikus életem volt. Mondhatnám, mint ahogy mondtam is, hogy morálisan ingoványos. Teljes mértékben leamortizáltam magam, tönkretettem magam anyagilag, egészségügyileg, és sikeresen leromboltam a párkapcsolataimat is. Mikor megismerkedtem párommal, előtte pont ezt az életet éltem, hogy egyik napról a másikra, egyik gödörből másztam bele a másikba. Nem volt számomra kiút, tehát nem tudtam, nem volt ismeretem arról, hogy van egy olyan hely, egy olyan lehetőség, ahol ezeket a problémákat segítséggel meg tudom oldani. Meg mondjuk akkoriban nem is kellett nekem segítséget, nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak, majd én tudom. Na ennek köszönhetően ugye mindenem. Oda lett, elveszett, elvesztettem mindenemet, amit addig életem során sikerült megteremtenem. Párom egy évvel hamarabb találkozott Szedlacsik Miklós mesterkócs előadásával, az igazgatónkon keresztül, a Bartotusek Jánoson keresztül. Ő egy évvel hamarabb kezdett el tanulni, úgymond hallgatni az előadásokat, tanulni, mint én. És ugye akkoriban elég viharos párkapcsolatunk volt, ez a gólya időszak, hogy költöztem, jöttem, mentem, hol ide, hol oda, nem bírtunk dőlőre jutni. Nem bírtunk egymással sok időt eltölteni, tehát nem tudtunk bánni egymással. Úgy éreztem, hogy ha, nem is úgy éreztem, hanem akkor hallottam meg azt a részt egy előadásból, amikor Szedlacsik Miklós arról beszélt, hogyha a párok nem fejlődnek együtt, annak előbb-utóbb szakítása vége. Na én akkor is nagyon szerettem ezt a nőt, aki itt áll mellettem. Ne nevess, én is sírok mindjárt. Most is nagyon szeretem, és elmondhatom, hogy ennek a képzésnek köszönhetően van mellettem, nem csak, hogy mellettem, már a feleségem. Tehát eljött az a pillanat, amikor megtanultunk úgy egymással bánni, együttműködni, hogy össze is kötöttük az életünket. A képzések által olyan tudást és módszereket kapunk, ami által minden területen rendbe tudjuk rakni az életünket. Tehát Szedlacsik Miklós az az ember, aki nem eltitkolja ezt a tudást, mint ugye más iskolában nem tanított dolgok. Ő azt akarja, hogy te is olyan boldog legyél, mint ő. Tehát legyél sikeresebb ember, mint ő. Ehhez minden támogatást megad. Ezért kezdtem el itt tanulni, hogy rendbe tudjam hozni a kaotikus életemet. Nem tévedtem, egy percet sem bánok abból, hogy elkezdtem a képzést. Neki köszönhetően stabilizálódott az anyagi helyzetem, rendbe jött az egészségem, és itt áll mellettem elragadó feleségem. Miklós mester, ezt köszönöm neked. Én is köszönöm. Én a PPH előtt szállodaiparban dolgoztam külföldön, mára már viszont én is a PPH tanulói csapat szervezésével foglalkozom, ez a fő tevékenységem.
Békés Csabán élünk az én drága férjemmel. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert komoly problémáim voltak. Válságban volt az életem. De tudtam azt, hogy nekem kell megoldani, csak nem tudtam, hogy hogyan oldjam meg. És így küldte el hozzám a teremtőm a PPH-t Szedlacsik Miklóssal, és hálásan köszönöm igazgatómnak, Barthatusek Jánosnak és Ibolyának, hogy elvittek ahhoz az emberhez, aki minden túlzás nélkül mindenre tudja a megoldást. Egy igazi probléma megoldó szakember. 7 éve tanulok a kócsképzésein, de még nem volt olyan probléma, amire ne tudott volna megoldást adni. A képzéseink kapott tudás és módszerek segítségével megoldottam minden problémám, ami volt, és nem hoztam létre újakat. Mind párkapcsolati, mind anyagi, mind emberi téren. Egy olyan boldog és szabad életet élhetünk a párommal, amire azelőtt nem is gondoltunk volna. A tanítások által megismertem a páromat, meg is szerettem. Előtte is szerettem, csak akkor kicsit nehéz volt. És mára egy csodálatos férj és vezető lett belőle. A családommal is jobb lett a kapcsolatom, az anyagi helyzetünk is rendeződött. És áldom azt a napot, amikor idejöttem tanulni. Nem csinálnám most sem másképp. Köszönöm. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan különleges, egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el piacvezetőt a szervezetünk, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni a szellemiséget és az anyagot. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Erről mi már meggyőződtünk személyesen is. Ez így igaz, bizony. Neki van a legrészletesebb információ a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése, hogy az emberek lelki fejlődését olyan szintre emelje, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós nemzetközileg elismert mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg nekünk a mai előadást. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Azért a mi világunk egy kicsit más, nem, mint ami szanaszét van a világban. Nem? Azért egy kicsit ez más hely, nem? Ti hogy látjátok? Nem egy kicsit, hanem elég nagyon. Nem kellene tennünk valamit azért, hogy másoknak is jobb legyen? Nézzük meg, hogy mit is csinálunk, jó? Kócsképzéseket tartunk,
és a coach képzéseink által, de nézzük meg mi is az, hogy coach képzés, hiszen sok coach képző intézmény van a világban, Magyarországon is van több. A coach egy szakma, és ha megnézed, ugye sportrendezvényekkel látod, hogy coach, ami azt jelenti, hogy edző, angol eredetű szó állítólag, de bár erről lehetne egy kicsit többet is beszélni, de most nem ez a hely, ahol ezt meg fogom csinálni. Tehát lényeg az, hogy mit jelent a mi értelmezésünkben, azt jelenti, hogy ember és élet jobbító. Tehát én arra tettem fel az életemet, hogy olyan embereket képezzek, akik képesek az életet és az embereket jobbítani. És én ezt szó szerint értsd, én ezt ezért vagyok ezen a bolygón, nem tudtam, hogy ezért születtem, most már tudom, hogy ezért születtem. Hogy gyakorlatilag a bolygón legyen annyi olyan ember, aki képes az embereket és az életet jobbítani, hogy az emberiség átmenjen ezen a próbán, ami most van. Illetve most kezdődött el, mert ez még nem úgy lehetne fogalmazni, hogy van, hanem ez még csak a kezdet. Tehát ez a próba, ez még egy darabig el fog tartani. Hát minden bizonnyal még azt mondja, hogy 14, azt mondja, hogy 5 évig. 5 évig. És ebben a próbában kiderül, hogy ki az, aki hajlandó tanulni, fejlődni, változni, és ebben segítségére lenni másoknak is. Most választódik ki ebben az időszakban, a következő években még, hogy kik lesznek a jövőbeni tanítók és vezetők. Tehát nem mindegy, hogy valaki elindul egy tanulási folyamatban, vagy már képes tanítani is. Tehát tanulni könnyű, tanítani már nem annyira. De ha valaki tanul, és használja a tudását, és lehetőséget biztosít önmaga számára, hogy tanítson, akkor az sem annyira bonyolult dolog. De én nem gondoltam azt, hogy majd én tanító leszek gyerekkorban. De akik már valamilyen szinten tanítanak embereket, akár csoportosan, akár személyesen, azok tudják, hogy ez nem hagyományos tanítás, hanem ez egy olyan formában történő tanítás elsősorban, hogy mondjuk van egy személy, vagy vannak személyek, mondjuk egy pár adott esetben, akinek van valami, vagy akiknek van valami gondjuk, problémájuk, és a te tudásod révén képes vagy arra, hogy az életükben egy változást hozzanak létre. Annak hatására, hogy te közbeléptél. Mondok egy példát, jó? Én coachingoltam úgy házaspárt, hogy úgy kezdtük a coachingot, hogy szét akarnak menni. Ez egy, hát olyan másfél-két órára sikeredett ez a coaching. Tehát úgy kezdtük, előtte már ugye csináltunk coachingokat. De mondom, az a konkrét coaching az úgy indult, hogy szét akarnak menni.
És úgy fejeződött be, mondjuk másfél-két óra múlva, hogy a férfi megkérte a kezét a nőnek. És ők a házigazdák itt kint. Tehát most gondold végig, ekkora változást tudsz létrehozni emberekben, majd a jövőben. Vagy már esetleg régebben itt tanulóként, meg hogyha már kellőképpen gyakorlod is, ilyen változásokat fogsz tudni létrehozni. És gondold végig, hogy vajon milyen érzés lehetne ez te számodra? Rossz érzés? Biztos nem. Tehát az ember egy olyan, tehát az, maga az ember egy olyan lény, hogyha jót tesz, akkor attól jobban érzi magát, mint hogyha jót tesznek vele. Érted? És nem azért csinálja az ember, hogy valami viszonzásért, hanem ezt biztos hallottad már, hogy bizonyos emberek ilyen extrém sportokat űznek időnként, hogy valamilyen olyan érzésük keletkezzen, ami egyébként az életükben nem jön létre. És ezt úgy magyarázzák szakemberek, hogy adrenalin szabadul fel bennük, és ez az adrenalin, ez egy ilyen feldobottsági érzetet hoz az illetőben létre. Akik itt tanulnak, azok tudják, hogy a hangulati skálán a feldobottság az hol helyezkedik el. A energetikailag a lelkesedés kétszerese. Tehát energetikailag a lelkesedés kétszerese. És ugye én nem úgy mondanám, hogy adrenalin, mint ahogy a szakemberek mondják, hanem én úgy mondanám, hogy feldobottság. Érted? Tehát mit tudom én mondjuk, nyilvánvalóan nem lehet úgy embereknek segíteni, hogy te rossz állapotban vagy. De az embernek, ha van módszere, akkor meg tudja azt tenni, hogy a hangulata az vagy jobbá váljon, vagy ne menjen le, vagy maradjon meg azon a szinten. Tehát erre vannak technikák, vannak módszerek, amit természetesen itt tanítjuk. Na most ennek következtében, hogyha az ember tanul ilyeneket, akkor az ember meg tudja azt tenni, hogy úgy álljon neki egy segítségnek, hogy képes legyen azt az energiát, amit a segítséggel kap, azt átadni azoknak, akiknek segít. És tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogy egy segítő az ad. De ha jól csinálja, akkor ugye neki csak az volt a dolga, hogy jó állapotban legyen. És mondjuk nekiáll egy coachingnak, ugye ami azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet, az azt jelenti, hogy
átad olyan energiákat az illetőnek vagy illetőknek, ami által ők elkezdenek sokkal jobban működni. De nem a maga energiáját adja át. Tehát attól neki nem lesz kevesebb, hanem ő egy közvetítő, de egy olyan közvetítő, amely cserében kap valamit. Nem azoktól, akiknek adott, hanem azoktól, akik adták az energiát, hogy azt közvetítse tovább. És ez azt jelenti, hogy olyan mértékű energia növekedésen megy át az az illető, aki mondjuk ebben a segítő coaching szerepben van, és tényleg segít, hogy ez a feldobottság érzése, ez létrejön. Na most az a jó, hogyha az ember jó hangulatú. Mert minél jobb hangulatú egy ember, annál több energiája van. Minél jobb állapotú, jobb hangulatú egy ember, annál képesebb. Tehát annál képesebb eredményeket létrehozni. Minél jobb állapotú, jobb hangulatú egy ember, annál jobban bánik másokkal. Annál könnyebben hoz jó döntést, annál könnyebben cselekszik helyesen. Tehát egy jó állapotú ember az ajándékot kap azoktól, akik erre képesek, hogy ajándékot kapjanak. És mi az ajándék? Hogy jó állapotú leszel, érted? Attól az energiától, amit kapsz tőlük. Ezt úgy hívják, hogy teremtői energia. A teremtői energia az kiváltság, hogy valaki kapjon. Azt nem kérheted. Az nem olyan, mint az univerzumi energia. Az univerzumi energiát kérheted, de soha nem fog olyan jó állapotba hozni, mint mondjuk egy teremtői energia. Tehát amikor te teremtesz, és mondjuk boldogságot teremtesz, akkor te még boldogabb leszel. Világos ez? Tehát lehet, hogy még számotokra nem teljesen világos ez a kérdés, amiről most beszéltem, mert még nem győződtél meg róla. De ha nem hiszel, hogy ilyen létezik, akkor nem is fogsz róla meggyőződni. Érted? Tehát én nem hiszek ebben, hanem én erről meggyőződtem. És tudom, hogy ez hogy működik, és tudom, hogy tudod elérni azt, hogy nálad is ez így működjön. De ehhez magadban egy változást kell elindítani. Az is ott kezdődik a változás, hogy tanulsz, fejlődsz. És ott folytatódik a változás, hogy használod, amit tanultál. Majd ott folytatódik még tovább a változás, hogy eddig, amit nem csináltál, elkezded csinálni mit konkrétan, hogy elkezdesz, amiben tudsz, már segíteni másoknak. De ez most nem fizikai segítség. Érted? Mert a fizikai segítség az más formában is működik. Tehát, ha valaki azt kéri, hogy menjél neki gödröt ásni, és ha te nem mész, megmondom neked, jól teszed. Mert más is tud gödröt ásni. Egy. Sőt, olyanok is tudnak gödröt ásni, akik gyorsan ki tudják ásni a gödröt, mert mondjuk gépük van. Nem? Sőt,
Pénzért gyakorlatilag pillanatok alatt lehet gödröt ásni, nem? De egy kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy vajon a segítés minőségét mennyire érted? Tehát melyik a jobb? Hogyha van egy éhező, és kér tőled alamizsnát, az a jobb neki, hogy mondjuk neked van halad, és halat adsz neki. Vagy az a jobb, ha megtanítod halászni. Mert ha halat adsz neki, akkor avval egyszer jól lakik. Ha halászni megtanítod, akkor egész életében jól tud lakni. És amikor te fizikai segítséget nyújtasz másoknak, azzal csak halat adsz. Sajnos olyan helyzet van már a világban, hogy az embereket meg kell tanítani arra, hogy tudjanak boldogulni az életükben. És ez a boldogulás, ez 10 terület. Ez 10 terület. Ez nem 1-2. Tehát az embernek a mai világban ezeken a területeken kell boldogulni. Nyilván vannak olyan emberek, akiknek nem 10 terület az, mert mondjuk nincs gyereke, de ha PPH-s lesz, akkor lesz. Nincs szüleje már, de ha PPH-s lesz, lesz. Na azon túlmenően mind ott van, minden terület. Lehet, hogy valaki nyugdíjas. Aha. És nagyon érdekes, most tartunk egy olyan képzést, hogy személyiségfejlesztő coachképzésben vagyunk, ugye a nem díjmentes képzésünkön. És ott tanuljuk, hogy eljut az ember a gyerekkorból a felnőtt korba, és a felnőtt kor mindenkinél pontosan meghatározható, hogy az ő életében hanyadik életévétől indult el. Majd pontosan ugyanígy meghatározható, hogy mikor lesz idős. Mikor lép be az idős korba. És az is érdekes, hogy a gyereknek is van feladata, a felnőttnek is van feladata, és az idősnek is van feladata. És ha ezt a feladatot a gyerek nem gyakorolhatja, vagy a felnőtt nem gyakorolhatja valamilyen oknál fogva, vagy idősként nem gyakorolja valaki valamilyen oknál fogva, akkor nem tud boldog lenni. Érted? Tehát, hogy egy ember boldog lehessen, ahhoz neki azt a feladatot kell végezni, amit bevállalt leszületése előtt. Mondom még egyszer, leszületése előtt. Mert olyan feladatot vállaltál be leszületésed előtt, amiben jól tudnád magad érezni. És az ember ezt nem tudja, akkor úgy jár, mint a legtöbb nyugdíjas, hogy ő azt gondolja, hogy elmen nyugdíjba, és neki már csak annyi dolga van, hogy föléje a nyugdíját. És ha megnézed, gyakorlatilag tisztelt a kivételeknek, akinek nem inge ne vegye magára, sajnos a nyugdíjasok ezt az életet élik. Hogy az a feladatuk, hogy feléjék a nyugdíjukat. Nem az a feladat egy nyugdíjasnak. Régen megnézed, mikor nem volt olyan, hogy nyugdíj. Mit csináltak a nyugdíjasok? Besegítettek a családban, és bölcs tanácsokat adtak másoknak. Oké? Tanították például a gyerekeket. A
az unokákat, ők tanították a nyugdíjasok. Nem a nyugdíjasok, az idősek. Nem a szülők tanították. Nekem még volt olyan nagyapám Budapesten, akitől én nagyon sok mindent tanultam. Nyugdíjas volt, és nagyon sokat foglalkozott velem. Tehát gondold végig, most azt gondolják a nyugdíjasok, hogy hát nekik már az a dolguk, hogy készüljenek a halálra. Hát elég hülye dolog. Nem? De arra miért kellene készülni? A maga készültség a halála kapcsolatban, csak úgy mellékesen szeretném ezt mondani, az, hogy az ember tudja, hogy mi történik a halál pillanatától a halál utáni időszakban. Mi történik? Tehát onnantól, hogy van ez a dolog. És ha az ember ezt tudja, az bőven elég a halállal kapcsolatban. Oké? Na szóval a lényeg az, hogy itt van 10 terület, és ezt a 10 területet, ezt jól kellene megoldani. És nem tudom, ha bármelyiket nézitek ezek közül. Mit láttok? Hogy az emberek ezzel mind jól tudnak bánni? De vajon azt látjátok, hogy pedig jól kellene bánni, nem? Tehát nem alap lenne, hogy jól bánjunk önmagunkkal, a párunkkal, szüleinkkel, gyerekünkkel, másokkal, a munkánkkal, a pénzzel, a környezetünkkel, hatóságokkal, és hát a teremtőnkkel. Nem alap lenne? És kik fogják nekik, a többieknek megtanítani ezeket? Hát ha nem olyan emberek, akik ezeket tanulták, és nem csak tanulták, hanem használják is a tudásban, tehát a tapasztalatokat ugye is tudássá tudják formálni, hát akkor ki? Ki fogja? Tehát nézzük például, mondjuk melyiket. Mondjuk a legelső, az önmagunkkal való bánásmódot. Tehát mit látsz, önértékelés, önbecsülés, vagy önbizalom terén, illetve mind a három terén? Ezek jól működnek? Nem? És vajon ez mennyire határozza meg az életünk többi területét? Tehát bizonyára hallott már mindenki arról, hogy hát az ember az magából indul ki, nem? Meg akkor olyan, hogy ami. Tehát gyakorlatilag ami belül folyik, olyan az illetőnek az élete, nem? Tehát ez egy olyan dolog, ami elég sok mindent igényel. Na most azt mondja, hogy ha megnézzük csak ezt az egy dolgot, nézzünk rá egy pillanat erejéig, azt mondja, hogy itt vannak a kócsképzésünk. Itt van az etika kócsképzés, ami nem olyan rég volt, és 4 hónapot vett igénybe. Az azt jelenti, hogy 120 óra. Na most szerinted az etika
az minek a kérdése? Honnan fakad? A törvényekből? Tehát azt gondolod, hogy annál etikusabbak az emberek, minél szigorúbbak a törvények? Hát épp ellenkezője, inkább azt mondanám. Nyilván az se jó, ha túl liberális minden. Tehát mitől függ az etika? Hogy belül mi van? Belül mennyire etikus az illető? Érted? Belül. Tehát az, hogy az ember etikusan cselekedjen, az egy belső indítatás, nem külső indítatás. Hogy én ezt megteszem, vagy nem teszem meg, az egy belső indítatás. Hogy ezzel ártok, vagy jót teszek, belső indítatás. És ha megnézed, az etika coachképzés az teljes egészében azt jelenti, hogy ha a bolygón mindenki etikus lenne, akkor ezen a bolygón aranykor lenne. Az aranykor azt jelenti, hogy elnyomásmentes emberiség. Elnyomók nélküli emberiség. Tehát ott, ahol az emberek boldogtalanok, ott az elnyomók bőszen tevékenykednek. Nem a vírus. De még nem is a baktérium. Oké. Hanem az elnyomók. Ez egy szabály. Tehát az emberek boldogtalanok, akkor az elnyomók bőszen tevékenykednek. Mondom, nem baktérium vagy vírus formában tevékenykednek, hanem egyéb módon. És ha az emberek jól érzik magukat a bőrükben, azért érzik jól magukat, mert nem kapnak elnyomást, vagy tudják kezelni az elnyomást. Világos, és tudják kezelni az elnyomókat. Tehát egy olyan társadalomban, az aranykorban, ahol nem lesznek elnyomók, ott nem lesznek boldogtalan emberek. Világos? De ez magától soha nem fog létrejönni. Létre kell hozni. És ezt egy-két ember nem tudja létrehozni, ez nagyon sok emberre van szükség. Nézzük a következőt. Tanulás, hogy eredményesen tanuljon az ember. Mit jelent az eredményes tanulás? Hogy képes legyél bármilyen tudást, amit szeretnél, készség szintre fejleszteni. Érted? Tehát nem megtanulni, készség szintre fejleszteni. Az azt jelenti, hogy képes vagy használni. Érthető ez? Magát a tudást. Ez a készségszint. Na most az, hogy készségszinten legyél, az megint milyen kérdés, ha jobban megnézzük? Ez honnan fog fakadni? Belülről, nem? Az megint azt jelenti, hogy a második olyan képzés, ami azt segíti, hogy te belül elkezd rendeződni. Érted? Ha megtanul az ember tanulni, akkor bármilyen tudást képes, amit szeretne befogadni. Érted? Nézzük a következőt. Önismeret. Ha megnézzük ezt a képzést is, ez is rólad szól. Ez is az egyes. Önismeret. Önmagunkról szól. De az azt jelenti, hogy miért ne ismerhetnénk meg másokat is? De elsősorban, ha nem ismered magadat, akkor hogyan akarod másokat? Hogyan akarsz másokat megismerni?
Tehát azzal tudsz megismerni másokat, hogyha tudsz velük olyan kapcsolatba kerülni. De ha nem ismered magadat, akkor ez mondjuk az előéleted függvénye, hogy mennyire lesznek jól el veled mások. Hát most gondold végig, te szívesen lennél mondjuk egy bűnözővel jó kapcsolatban? Hát bűnözőnek bűnöző a barátja. Oké? Maradjunk ennyiben. Tehát az, hogy az ember megismerje önmagát, és képes legyen létrehozni abból a változást, hát ez egy kulcskérdés, és mondom, egyes pont. Nézzük tovább. Vérmérséklet. Ismered a saját vérmérsékletet? Vérmérsékletedet? Ugyanez megint. Persze itt is benne van a mások vérmérséklete, mert ugyanúgy, mint az önismeretnél megismerhetjük a szüleink, gyerekeink, párunk működését, és ugyanúgy a vérmérsékletünket is meg tudjuk ismerni ebben a képzésben. De megint abból indulunk ki, hogy milyen a saját vérmérsékletünk. Nem mások vérmérsékletét elemezzük ki először, hanem a sajátunkat. Tehát az ember minél jobban ismeri magát, annál jobban képes alkalmazkodni. Vagy szerinted az a jó, hogy na akkor alkalmazkodjon hozzám mindenki. Mert sok ilyen ember van, aki ezt gondolja, hogy alkalmazkodjon mindenki hozzá. De egy ember könnyebben alkalmazkodik sokhoz, mint sok egyhez. Világos az? Tehát megint egy olyan kérdés a vérmérséklet, ami tőled indul. És neked szól elsősorban. Nézzük tovább. Hangulatjavító. Meghatározza, hogy az embernek milyen a hangulata. És például, csak egy egyszerű példa, egy jó hangulatú ember az a világot jó szemmel látja. Egy rossz hangulatú ember, mondjuk egy haragos ember, a világot egy nagy haragvó valaminek látja. Érted? Egy félő ember a világot egy ilyen nagy félelemnek látja. Érted? Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az ember hangulatának a megismerésével, megint a saját hangulatának a megismeréséről beszélek, saját hangulatunk megismerése, egyáltalán nem mindegy, hogy rájövünk-e arra, hogy érdemes-e változtatni a hangulaton, nyilván pozitív irányban. És annak milyen előnye származik, hogyha az ember képes arra, hogy mondjuk a saját hangulatát javítsa, mondjuk netán-tán mások hangulatát is. Tehát ez megnézed, ez a képzés megint rólad szól. Az egyes a 10 területből, de ha megint csak megnézzük, hát nagyon fontos, hogy megismerjük mások hangulatát, mert a hangulatból következtethető, kikövetkeztethető a cselekvés. Érted? Tehát egy felméred valakinek a hangulatát, és ki tudod következtetni, hogy mit várhatsz tőle. Például mondjuk egy valaki mondjuk munkáltatóként mondjuk azzal foglalkozik, hogy embereket vesz föl mondjuk a munkahelyekre, vagy a munkahelyre. És ha ismeri mondjuk ezt az egy dolgot, akkor képes arra, hogy felmérje valakinek az általános hangulatát, és abból megítélje pontosan előre, hogy mennyire lehet majd jövőben a munkájára számítani. Világos ez? És ez csak egy példa volt,
Na most, ha te ismered a saját hangulatodat, akkor arra tudsz pontos megoldást kapni, hogy bizonyos helyzetekben hogyan fogsz automatikusan reagálni. Pedig azt gondoltad, hogy te automatikusan nem reagálsz, mert hát te egy értelmes lény vagy, és mindent tudatosan csinálsz. Tehát ha megnézzük, a hangulatjavító coach is olyan terület, ami segít mások megismerésében, de elsősorban saját magadnak segít. Világos az? Nézzük a következőt. Személyiségfejlesztő. Hát mindenkinek van egy saját személyisége, amely vagy jó, vagy rossz, vagy a kettő közt valamilyen átmenet. Most éppen itt tartunk. Ebben a képzésben, a személyiségfejlesztő coach képzésben energetikailag közelítünk mindenkinek a saját személyiségéhez, energetikailag. Tehát olyan, hogy milyen energiákkal rendelkezik a jelenben az illető, mert úgy néz ki, mint ez bebizonyított tény, hogy a te energiáid azok meghatározzák az jelenlegi életedet. És vannak olyan területek, ahol nincs elég energiád, és vannak olyan területek, ahol esetlegesen túl sok az energiád, és ezzel felbillented másoknak az életét a túlzott energiákkal. Ha kevés, akkor meg a te életedet teszed éppen tönkre. Szóval lényeg az, hogy ha az ember ismeri az energiák ilyen alapon történő működését, akkor képes arra, hogy egy más minőségű életet éljen, és ebben segítségére legyen másoknak is. Tehát ez megint arról is szól, hogy másoknak pontosan meg tudod határozni, hogy milyen energiákkal működik, és mit fog mondani az a másik személy, jé, tényleg, honnan tudtad? Szóval lényeg az, hogy ez is rólad szól. Na nem is tudom, hanyadik pont volt. Akkor nézzük a következőt, elnyomás feloldó coach. Ugye az imént beszéltem arról, hogy mennyire fontos, hogy az ember képes legyen kezelni, főleg a jelen világban, az elnyomást és az elnyomókat. Hát az elnyomást azt magadban tudod kezelni, az elnyomókat pedig kifele. Az azt jelenti, hogy megtanulhatsz bánni azzal az adott személlyel, aki éppen elnyomóskodik veled szemben. Van egy környezetünk, egy világunk, amiben élünk, ahol magával az elnyomókkal nem biztos, hogy találkozol. De mondjuk találkozol velük szemben rendeletekkel, törvényekkel, vagy akármi más dolgokkal. És itt ugye nem velük szemben kell a kezelést igénybe venni, hanem magadban kell tudni azt, hogy hogyan kezelj le magadban egy elnyomást, hogy az az elnyomás, ami az emberek felé irányul, az benned ne okozzon problémát. Világos az? Mert mi történik, hogyha az elnyomás az emberekben problémát okoz? Az történik, hogy mindenki, aki nem tudja kezelni az elnyomást, az rosszabb állapotba kerül az elnyomás hatására. És ha az ember rosszabb állapotba kerül az elnyomás hatására, akkor bizony többet fog hibázni. Mind cselekvésben, mind döntésben egyaránt. És oda juthat az ember akár, hogyha nagyon komolyan veszi az elnyomást, mert nagyon komolyan nem tudja kezelni, hogy minden cselekvése és történése szinte hibás legyen, illetve döntése, cselekvése és döntése, szinte hibás legyen, érted? Sőt, eljusson oda, hogy emiatt már semmilyen cselekvést vagy döntést ne hozzon, ne tegyen, érted? És ha megnézed, a depresszióba süllyedt emberek már itt tartanak. Tehát, ha megnézed, ha az ember
rendelkezik azzal a tudással, hogy hogyan kezelje az elnyomást és az elnyomókat, akkor képes vagy arra, hogy az elnyomást és az elnyomókat kezeld, és ne hasonl rád. Világos ez? Megint akkor kinek lesz jó? Elsősorban neked. De tudom, hogy te azt gondolod, hogy ó, hát te mindent tudsz, és te szeretsz szenvedni. Hát az akkor a te dolgod. Jó, akkor nézzük tovább. Önbizalom teremtő. Na most az önbizalom, az az a fontos, hogy benned meglegyen, nem? Nem baj, ha másokban is bennük van az önbizalom, de elsősorban talán a te számodra az lenne a legfontosabb, hogy te legyél teli önbizalommal, nem? És hogy ezt hogy tud magadba létrehozni, nem tudom, hogy kinek tanították a bármilyen iskolában. Valahogy ez a képzés ez máshol kimaradt. Hát vajon az, hogy az önbizalmadat helyre tud rakni, ez kinek fontos elsősorban? És ez melyik terület? Persze, ha másoknak már tudsz ebben majd segíteni, akkor jön az a terület, hogy akkor a pároddal is jobban bánsz, a szüleiddel is, gyerekeiddel is, és az összes többivel. Világos ez? Na nézzük tovább. Nézzük meg, mondjuk a szeretet teremtő. Legtöbb ember azt gondolja, majd akkor szeretek másokat, ha ők is szeretnek engem. Nem? Ez olyan, mintha fölülné egy lóra, a lónak erre van a feje, te meg így ülsz rajta, tudod. És akkor vajon merre megy a ló? Hát a lónak, lóhoz képest előre, de hozzád képest meg hátra, nem? Tehát ez körülbelül olyan dolog. Tehát az, hogy a szeretet mennyire fontos az életünkben, és hogyan működtessük, hogyan érjük el azt, hogy képes, tehát kapjunk elég szeretetet, érted? Az anélkül nem fog működni, hogy nem tanulod meg, hogy képes legyél szeretetet adni. Ennyi. De mondom, ha egy kicsit körülnézel, akkor elég sok az önző ember, és azt gondolják, hogy majd szeretem, hogyha ő is szeret. Hány olyan kapcsolatot láttál már olyan embereknél, akik, vagy hallottál róla, olyan embereknél, akik közvetlen hozzátartozók. Ugye tudjátok, kik a közvetlen hozzátartozók? Ugye a szüleink, nagyszüleink, stb. Dédszülő. Akkor menjünk vissza, a gyerekünk, unokánk, dédunokánk, ükunokánk, testvér, ugye oldalági a testvér, oldalági a párunk, közvetlen hozzátartozó. Jó? És ez úgy működik, hogy ha ezekkel kapcsolatban valami gond van, akkor, tehát megbomlik a szeretet, akkor az történik, hogy az ember baromi rosszul kezdi magát érezni. Nem? És a gondolatai állandóan az a körül forog, vagyis nagyon sokszor, hogy ebben a személlyel mi van? Mármint úgy értve, hogy negatív kapcsolatra gondol az ember. Tehát a maga a szeretet, te kapcsolatban tuti, hogy találkoztál olyannal, hogy mondjuk szülő, gyerek, vagy testvérek, akár évekig nem szólnak egymáshoz. Nem? Miért? Mert azt mondják kölcsönösen, hogy majd, ha ő kezdeményez, akkor én is. Vagy úgy megharagudtam rá, hogy sose bocsájtok meg neki. Nem? Ez a másik. És ez úgy működik, hogyha valaki mondjuk úgy olyan gondolatot felvesz, hogy
Hát sose bocsájtok meg neki. Pedig közvetlen hozzátartozó. Akkor egy olyan, ezt tudod milyen, ki az, aki ült már a személykocsiban? Ezt tegye fel a kezét. Oké. Okay. És ki az, aki vezet autót, vagy vezetett már életében? Oké, okay, köszönöm szépen. Nem tudom, elindultál-e már kézifékkel? Na, ha elindultál kézifékkel, akkor tudod, hogyha az jó be volt húzva, akkor az autó le is fulladt. Nem? Tehát el se indult. Ha nem volt eléggé behúzva, akkor egyszer csak azt érezted, hogy hú, de büdös van. Hát valami éget büdös szag. És utána vihetted az autót szerelőhöz, mert elment a hátsó fék, mert leégetted a hátsó féket. Lényeg az, hogy csináltál egy jó nagy problémát belőle. Na, ugyanígy működik az életünkben, hogyha a közvetlen hozzátartozóval vagy rossz viszonyba, akkor olyan, mintha az autóval, kézifékkel közlekednél. Érted? Ami azt jelenti, hogy közel nem lesz olyan teljesítményű az autó, mint kellene, hogy legyen, mert a fék fogja. És mehetsz szervízbe. De szó szerint az ember is mehet szervízbe. Ha közvetlen hozzátartozókkal vagy rossz viszonyba, akkor utána mehetsz szervízbe, mehetsz coachokhoz coachingoltatni magadat. Az a szervíz. Érted? Rossz esetben mehetsz ideggyógyintézetbe. Jó, most mentál higiéniás intézetnek hívják. Mennyivel jobban hangzik, nem? Szóval lényeg az, hogy nem kellene az embernek úgy működnie, hogy ilyenek ne legyenek az életében. És ha valaki mondjuk egy olyan személyről van szó, aki nem akar neked megbocsájtani közvetlen hozzátartozóként, nem kellene egy harmadik személy hozzá esetlegesen, aki tudna segíteni ezt megoldani, ezt a kérdést. Érted? Egy közvetítő idézőjelben. Egy coach. Hát, hogy ez a kézifék ki legyen engedve, érted? Ne legyen behúzva. Tehát az, hogy az ember képes legyen szeretetet létrehozni, nem csak a közvetlen hozzátartozókkal, hanem bárki mással, eléggé meghatározó mindenkinek a saját életében. Miért voltak boldogabbak régen az emberek? Nagyon egyszerű a válasz rá. Mert sokkal jobban szerethettek. Érted? Sokkal jobban tudtak szeretni. Nem volt bennük elnyomva a szeretet. Ezt lehet, hogy mit tudom én, a 10-20 évesek még nem nagyon értik, mert nem éltek a múltban. De egy olyanok, akik, mint például az én korosztályom, pontosan, vagy nálam idősebbek, pontosan meg tudják ezt határozni, ha visszaemlékeznek. Hogy sokkal több szeretet volt emberek között régen, mint manapság. Most mondok csak egyszerű példát. Azt hiszem Londonban egy park, Hyde Park, ahova régen az emberek családostul kijártak. Minden délután este, ha nem olyan idő volt, amikor nem lehetett kimenni, de olyan idő volt, akkor kim voltak, és óriási élet folyt a parkban,
emberek beszélgettek egymással. És elkezdődött a tévé behozatala Angliába. Amerikából hozták be a tévét Angliába. És a londoniak elkezdtek tévét vásárolni. És úgy, ahogy elkezdték a tévét megvásárolni, úgy maradtak ki a Hyde Parki összejövetelekből, esti, délutáni összejövetelekből, érted? Ahol az emberek tök jól elbeszélgettek egymással. És ami azt jelenti, hogy amikor már a legtöbb családnak, vagy majdnem mindenkinek mondhatni azt, hogy tévé lett, a családokban legalább lett egy tévé, onnantól kezdve ez megszűnt, érted? Teljesen, nullára redukálódott. Ami annyit jelent, hogy az emberek onnantól kezdve nem egymással kommunikáltak, és nem egymás felé vetítették ki az érzelmeiket. Próbálj már egy tévét szeretni. Érted? Na most az ember úgy működik, nézd meg, biztos van olyan ember az ismerősi körödben, aki keveset kommunikál emberekkel, mert jellemzően már bezárta magát a saját lakásába. Mindegy, milyen oknál fogva. És mit látsz? Azt látod, hogy jó vele együtt lenni? Azt látod, hogy ha találkozol vele, akkor micsoda szikrázik a szeretet? Érted? Ezt látod? Hát ki van csukva? Tehát az ember olyan, hogyha nincs meg a kapcsolata, a rendszeres kapcsolata olyan emberekkel, akikkel jól érzi magát, érted? Akik szeretik, egymást szeretik. Akkor az ember erről elszokik, leszokik. Érted? Tehát azáltal, hogy az embereket arra késztették itt az elmúlt másfél évben, hogy bezárkózzanak, azzal nem növelték az emberek egymás iránti szeretetét, hanem csökkentették, és nem kis mértékben. Tehát az, hogy az ember az életében a szeretet működjön, az én úgy gondolom, hogy eléggé fontos kérdés, nem? Tehát, és az mindig úgy működik, hogyha szeretetet akarunk kapni, akkor szeretetet kell adni. Nem úgy van a nyelvünkben, hogy kapok-adok, hanem úgy van, hogy adok-kapok. Tehát amikor azt akarnád mondani, hogy kapok-adok, valahogy nem is jön az ember nyelvére. Tehát az, hogy szeressük embertársainkat, és ezt megtanuljuk, hogy ez hogy működik és miért fontos, ez megint belőlük indul ki. Tehát megint segítség önmagunk számára. Nézzük tovább. Párkapcsolat. Hát a párkapcsolathoz két ember kell, nem? Láttál már egy emberes párkapcsolatot? Én még nem. Hát ez két ember. Ahhoz mindig két ember kell a párkapcsolathoz. Tehát abba az én, tehát te, az benne vagy, nem? Tehát egy párkapcsolat az nem csak a párodról szól, hanem rólad is, nem? Tehát eddig megnézzük az összes képzést, akkor az vagy teljes egészében, vagy részben rólad szólt, nem? Akkor nézzük tovább. Gyermeknevelés. Egy csomó olyan tudás van a gyermeknevelésben, képzeld el, amiből rájössz arra, hogy mit szúrtak el rajtad a szüleid. Hoppá! Persze olyanra is rájössz, hogy te mit szúrtál el a gyerekeden. De az az igazi felismerés, amikor te rájössz arra, hogy mit szúrtak el rajtad. Érted? És ez nem abból a célból jössz rá, hogy haragudj a szülődre.
Mert ő nem tehet róla, ugyanúgy, ahogy nem tehetsz te arról, hogy elrontottad a gyerekedet. Miért nem tehetsz róla? Akkor tehetnél róla, hogyha lett volna tudásod, hogy hogy kell a gyereket nevelni, és annak ellenére elrontottad volna. Na, akkor tehetnél róla. Érted? De az ember tudatlanul hibázik. És ritka, hogy nem hibázik. Tehát amikor az ember felismeri, hogy hoppá, akkor ezért vagyok ilyen. Ja, meg ezért ilyen vagyok, meg olyan, meg amolyan, érted? Akkor tudja megállapítani az ember, hogy ezeket a hibákat én ki tudom szedni. Magamból. És ha elrontott valamit az ember a gyereknevelésében, és már esetleg nem tudja korrigálni, akkor még mindig tudja mondani a gyerekének, hogy figyeld, ne haragudj, nem volt tudásom, de tudom, hogy ezt a gyereknevelésemben nálad elrontottam. Érted? És utána, ha esetleg nem tudod nála kijavítani, semmi gond. Hány olyan ember van a világon, akinek tudnál segíteni, hogy ő jobban nevelje a gyerekét? Érted? Tehát ha megnézzük, a gyereknevelés is nagy részben rólad szól. Nézzük meg a másikat. Egészségteremtő. Ugye fontos mindenki számára, hogy egészséges legyen, nem? Kinek a legfontosabb, hogy egészséges legyen? Mindenkinek saját magának, nem? Tehát gondold végig, hogyha az ember, tehát van két dolog a betegségekkel kapcsolatban. Egy, hogy minden betegség lelki eredetű. Tehát az azt jelenti, hogy a gondolkodásunk betegít meg minket. Oké? Ez az egyik biztos pont. Tehát, hogyha a gondolkodásunkat kicseréljük azon a területen, ahol létrejött a betegség, mert ugye a betegség jelzi, hogy milyen gondolkodásmód változási területet kell korrigálni. És a másik, amikor ugye a betegségről beszélünk, az, hogy minden betegség elnyomás következménye. Tehát magyarul kapsz egy elnyomást, vagy kaptál egy elnyomást, azáltal elkezdesz nem helyesen gondolkodni, és azáltal létrehozol betegséget. Világos voltam. És ez a két szabály alól nincs kivétel. Maradjunk ennyibe. Oké? Okay? Nézzük a következőt, tehát ezért nem tudom mennyire fontos, hogy az ember ismerje a különböző betegség eredetét és annak a megelőzését. Tehát eléggé saját magunkról szól a történet, boldogságteremtő. Én úgy gondolom, hogy minden embernek fontos, hogy boldog legyen, nem? Nem fontos? Neked is? Tehát akkor neked kellene tenni érte valamit, nem? Na most, ha tanuljuk azt, hogy hogyan tegyél ezért, tehát mi kell ahhoz, meg milyen módon működik ez az egész boldogság kérdés, és te felismered azokat a dolgokat, ami ahhoz kell, hogy boldogabban éld az életedet, akkor esetlegesen ez valamilyen szinten segítségedre lesz. Tehát akkor megint csak saját magunkból indulunk ki. Hát, mennyi van még? Még van egy csomó. És már vége felé tart az előadás. Az, hogy képes legyél célokat megvalósítani, az nem rólad szól? Gyorsítsunk egy kicsit. Az, hogy jól kommunikálj, az nem rólad szól? A jó kommunikációval
az életedben minden területen sokkal jobb eredményeket érhetsz el. Összehasonlíthatatlanul jobb eredményeket érhetsz el. Az életed minden területén, a jó kommunikációval. De az a kulcskérdés, hogy te hogyan kommunikálsz, és hogyan fogsz kommunikálni a jövőben. Tehát ez is rólad szól, nézzük tovább. Emberi bánásmód. Ebben benne van, mivel te is ember vagy, hogy hogyan bánj önmagaddal, nem? Hogyan bánj másokkal? Tehát ebben is benne vagy. Nézzük tovább. Hatékonyság. Hát neked kellene hatékonynak lenni, nem? Hogy minél több eredményt kihoz abból a dologból, amit végzel, csinálsz. De olyan dologra most ne a munkádra gondolsz, amiből a fizetésedet keresed, ha csak nem vagy vállalkozó. Hanem olyan tevékenységből, amit te hozol létre, és mert a te célodat valósítod meg vele. Világos ez? Tehát abba kell a hatékonyság, amiben célt akarsz érni. Tehát el akarod érni a célt. Tehát az, hogy hatékony legyél, az megint csak önmagad. Növekedés. Az, hogy képes legyél növekedni bármilyen helyzetben, felismerni, hogy éppen milyen növekedési, vagy éppen visszafejlődési állapotban vagy, és mit kell tenni annak érdekében, hogy újból növekedj, ez megint csak te. Te rólad szól. De ha megnézed, ezek a képzések olyan dolog, hogyha te ezeket a dolgokat helyre rakod az életedben, akkor bárkinek tud segíteni. Na nézzük tovább. Leszoktatókodj, ha bármi olyan szokásod van, ami nem egészséges, vagy nem jó, akkor megtanuld azt, hogy kell ebből kijönni, és nyilván ebből is tudsz másoknak segíteni. Tehát megint azokról szól a történet, akinek esetleg valamilyen káros szenvedélye, káros szokása van. De ha neked nincs, semmi gond, örülj neki, mert tudsz segíteni másoknak. Nézzük tovább. Pénzteremtő kócs. Hogy te tudjál pénzt teremteni. Érted? Hogy képes legyél a pénzteremtésre. Megint róla szól a dolog. Nézzük tovább. Szervezetvezető. Hogy képes legyél embereket vezetni. Képes legyél létrehozni egy szervezetet, egy úgy vezetni embereket, hogy te hoztad létre azt a szervezetet. Érted? Nem úgy, hogy beültetnek egy pozícióba. Tehát megint rólad szól a történet. Probléma megoldó kócs. Tehát, hogy te képes legyél problémákat megoldani az életedben, sőt, megelőzni az életedben. Persze, ebben is tudsz majd másoknak segíteni. Vagy nézzük tovább, sikerteremtő. Megint kiről szól a történet, hogy te sikeres legyél. Ha te nem tudsz sikeres lenni, hogy tudsz sikeressé tenni embereket? Sehogy. Érted? Nézzük tovább. Életszervező kócs. Hogy képes legyél a saját életedet megszervezni, és ebben ugyanúgy segítségre legyél másoknak. Tehát de természetesen megint rólad szól a történet, hogy az életed a szervezet legyen, és ne széteső. Nézzük tovább. Marketing coach. Hogy képes legyél bármit, amit szeretnél, úgy kommunikálni emberek felé, hogy ők azt akarják, amit te. Ez erről szól. Érted? Tehát, hogy képes legyél azt, amit szeretnél, átvinni másokba. Akkor megint kiről szól a történet? Rólad. Menjünk tovább. Konfliktus feloldó. Bizonyára volt már életedben konfliktusod. Mi lenne, ha a jövőben nem lenne? Akkor vajon kiről szól ez a történet megint? Rólad, nem? Nézzük tovább.
Ennyi volt, nem nézzük tovább. Jó, szóval lényeg az, hogy itt van egy olyan coachképző intézmény, ami nem csak abban segít, hogy másoknak segítsél, hanem hogy teljesen helyre tud rakni az életedet, érted? És ez úgy fog működni, majd észre fogod venni, hogy ahogy te elkezded rendbe rakni az életedet, úgy tudsz másoknak is segítségére lenni abban, hogy ők is rendbe rakják az életüket. És amikor te már azt látod, hogy az életed gyakorlatilag majdnem tökéletesen rendben van, na akkor leszel képes arra, hogy mások segítségére is olyan formában legyél, hogy ők is képesek legyenek általad tökéletesen rendbe rakni az életüket. Érted? Tehát egy olyan területtel foglalkozunk, amit én mindenkinek csak ajánlani tudok, ami a világon a legetikusabb dolog, mert ha itt nem lesz aranykor, akkor te csinálhatsz bármit az életedben, azt tudod, mit jelent? Megy a süllyesztőbe. Tehát hiába sütögetik emberek a pecsenyéjüket, ha itt nem lesz aranykor, akkor ez az egész bolygó megy a süllyesztőbe. Sajnos. És ez nem ijesztgetés, hanem ennek megvan az oka, hogy miért, és meg is találod még a díjmentes képzéseimben is az ilyen formájú információkat, hogy miért. Hogy pontosan miért kell sajnos a fentieknek netán ezt csinálni, hogyha az emberek mégis úgy gondolják, hogy hát nem akarunk tanulni. De gondold végig, hogy vajon megéri-e tanulni. Tehát most felsoroltam, hogy az életed milyen területei lehetnek rendben. Vajon megéri-e a tanulást? Megéri egy olyan közösség, ahol jól érzi az ember magát? Megéri egy olyan közösség, ahol szeretik egymást az emberek? Érted? Gondold végig, megéri-e. És ha arra jutottál, hogy megéri, akkor várunk szeretettel. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt az igen tartalmas és kimerítő képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem, és azóta is itt tanulok, és áldom a teremtőmet, aki ide terelt. Azt javaslom neked, aki most nézel minket, nyilván van hozzáférésed már az oldalhoz, vagy regisztrációd, vagy lehet, hogy valakivel a YouTube-on együtt nézi. Nézed a YouTube-on, hogy ne gondolkozzál rajta. Főleg most ebben a szurkálódós világban, amit élünk. Tehát hatalmat adtak olyan munkáltatóknak, akik megkövetelik, hogy dőlj a tűbe, hogy finoman fejezzem ki magam. Te meg kétségbe vagy esve, mert azt hiszed, hogy más lehetőséged nincs az életben, mint a munkáltató által kapott jövedelemből megélni. Hát most mondom neked, hogy tévedsz. Mi egy olyan lehetőséget kínálunk neked, és nem csak beszélünk róla, mi ezt már éljük és csináljuk, és vagyunk már itt többen. Elmondom nektek, hogy életem legtisztességesebb, legetikusabb és legbecsületesebb jövedelme, amit itt kapok. Ennek a lehetőségét kínálom nektek. Most ti ezt eldöntitek magatokban, hogy éltek ezzel a lehetőséggel, vagy tűbe döltök, aztán meg gödörbe. Sajnos nagyon sok tűbe dölt barátomat vesztettem el mostanában. Közel álltok a szívemhez. Nyugodjanak békében. Köszönöm. Igen, és ahogy Szedlacsik Miklós is ugye most elmondta nekünk ebben az ingyenes előadásban, hogy minden magunkból indul ki.
Tehát itt olyan teljes körű képzést kaphatunk, ami által tényleg mi is meggyőződtünk arról, hogy az életünk bármelyik területét rendbe tehetjük, vagy egész egyszerűen csak jól működtethetjük, mert ennek tényleg nagy tétje van most a mai világban, hogy ehhez most ki mennyire ért. A másik az, hogy ugye említette Szedlacsik Miklós, ez valóban így volt, hogy ilyen párkapcsolati gondjaink voltak, és amikor ezt a coachingot megcsinálta velünk, én akkor jöttem rá, hogy ő tényleg egy profi, mert igazából észre se vettük, hogy mit csinált, hogy csinálta, tényleg onnan indultunk, hogy szétmegyünk, és az lett a vége, hogy Karesz megkérte a kezemet, és utána, amikor így a nagy mámortól ugye kicsit lejjebb csitultak az érzelmek, akkor döbbentem rá, hogy úristen, ez az ember profi. Hát 2 óra alatt A-ból Z-be vitt minket. Azért ehhez már kell tudás. De így van. Ehhez kell tudás. Nem sokra rá. Elmondom nektek, nem sokra rá hívott minket a mester, hogy vagytok. Mondtam neki, mester, én úgy örülök, hogy nem csaptam agyon. Én is. Igen. Tehát lényeg az, hogy, és ahogy ugye Szedlacsik Miklós elmondta most ebbe a bemutató előadásba, hogy nagyon fontos ezeket a területeket, ő mindhez ért. Mind a 25 területet tudja tanítani. Mi már 3-szor mentünk körbe a körforgáson. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy csak próbálja ki. Nem kell nekünk hinni, csak próbálja ki. Nem kötünk tanulmányi szerződést, bármikor el lehet kezdeni, bármikor abba is lehet hagyni. Ha úgy látod, hogy neked ez nem tetszik, akkor egyszerűen nem fizeted be a következő havi tandíjad, és akkor megszakadt a barátságunk. De ha most... Ennyi. Igen. Mert tudom én is azt, hogy nem akarok bántani senkit, de hogy a nem PPH-s emberekkel mennyire nehéz napi szinten tartani a kapcsolatot, hogy mindig csak a problémáikat hallgatni, és nem megoldást szeretnének, csak problémát szeretnének. Sokkal jobb egy ilyen közösségben, ahol emeljük egymást, mert nem baj, ha nem tudjuk, hogy mi a megoldás. Itt van egy olyan ember, aki mindenre tudja a megoldást, tehát tudni fogjuk. Szóval azt tanácsolom mindenkinek, aki hallgat minket, hogy próbálja ki. 3 hónapra most 39.500 forintért kap 3 havi képzést, aminek egyébként... 450.000 forint helyett. Így van. Tehát elég sokat spórol most. Nem csak beszélünk ezekről a dolgokról, hanem minden egyes ki van vesézve A-tól Z-ig, és mindenhez módszert kapunk, jegyzetekkel. Így van. Mármint ha tanuljuk. Igen. Igen. És a díjmentes részekben ugye az információ mindenhol ingyenes. A képzés megfizethetetlen 330 forint per óra. Igen. Én tönkre mentem benne, így van? Igen, látszik is. 500 forint egy liter benzin. 400 forint fölött van egy kiló kenyér. Igen. 330 forint egy óra képzésért, amiből meg lehet élni. Ami az életedet segít, és még meg is tudsz élni belőle. Igen. Itt ki az, aki elgondolkozna ezen az ajánlaton? Jó. Ennyi, remek, mindenki. Mindenki fölemelte a kezét. Nagyon jó. A PPH, szerintem a PPH az az ajtó, ami a jövőre nyílik. És ha úgy érzed, hogy nem illesz bele ebbe a világba, akkor azért születtél le, hogy segíts létrehozni egy újat. Az aranykort. Igen. Tehát, ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk szeretettel a coachképzéseken. Következő szeminárium december 5-én lesz. Ha minden jól megy, akkor itt a Lurdi házba. Jön a PPH-s télapunk, és gyerekeket is hoz magával, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. A heti webelőadások szerdán 18-kor, vasárnap pedig délután 16:30-kor kezdődnek.
Még egyszer megköszönjük Szedlacsik Miklósnak, hogy mi lehettünk a szeminárium házigazdái. Köszönjünk a munkáját Szedlacsik Mariannak és az egész Szedlacsik családnak, Gergőnek, Leventének, Berilnek, Krisztinek. Köszönjük nektek az együttműködést és a szeretetet. Szeretünk benneteket. Minden jót kívánunk nektek. A rendezőknek is, így van, rendezőknek is köszönjük. Csengettyű úrnak. Szeretünk benneteket, minden jót kívánunk nektek, és eredményes novembert kívánunk. Köszönjük szépen.